Iránban még mindig folyik a kutatás a tegnap lezuhant utasszállító roncsai után. A katasztrófa helyszínén rendkívül rossz az idő, a munkát ráadásul éjszakára fel is kellett függeszteni. Már szinte semmi remény nincs arra, hogy a fedélzeten lévő 66 ember közül bárki is túlélte volna a tragédiát. Járhatatlan hegyi terepen, szakadó esőben és ködben kezdték el a vasárnap lezuhant utasszállító repülőgép utáni kutatást Irán délnyugati részén, a Zagros hegységben. A Vörös Félhold munkatársai mellett 150 profi hegymászó, helyi önkéntesek és kutyák is részt vesznek a keresésben. Az utak itt járhatatlanok, pedig sok-sok jármű érkezett ide. Már átkutattuk a falvakat, de nem találtunk semmit, mondta az egyik helyi lakos. Hétfőn reggel elterjedt a hír, hogy megtalálták a roncsokat, de a légitársaság ezt nem tudta megerősíteni. Csak annyit tudunk, hogy a gép valószínűleg két falu között zuhant le a hegyekben, mondta egy helyi tisztviselő. Helikoptereket, sőt katonai drónokat is bevetettek. Az iráni kormány az európai országoktól és Kínától műhold felvételeket kért. Az Aszemán iráni légitársaság ATR-72 típusú gépe vasárnap korra reggel indult útnak 66 emberrel a fedélzetén Teheránból Jaszúcs városa felé. Közel egy órányi út után nem sokkal a célja előtt azonban lezuhant. A 25 éves gépet mindössze 3 hónapja helyezték újra üzembe, miután 6 éven át használaton kívül volt. Iránban egyébként rendkívül elavult a repülőgéppark, a kormány szerint azért, mert a korábban bevezetett nemzetközi szankciók miatt nem tudtak új gépeket, illetve alkatrészeket beszerezni.